Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plus Televízió térségi, közéleti magazinjának 65. adását látják. Ízelítő mai programunkból. Bemutatjuk önöknek a 110 település hulladékát feldolgozó Zöldhíd Régió Kft. Telephelyét, működését. Átadták az új Bóbita bölcsödét Dányban. A projekt uniós támogatásból valósult meg. A Teva Gödöllői Röplabda Klub hazai környezetben 3-1-es vereséget szenvedett a szlovák Slavia Ekonomika Bratislava csapatától a női röplabda Közép-Európai Liga november végi mérkőzésén. 2004-ben 106 település önkormányzata hozta létre az Északkelet-Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulást, mely egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer megépítésére adott be pályázatot az Európai Unió illetékes szervéhez. A pályázat sikerre járt, így 2005-ben elindult a térséget érintő hulladékkezelési szerkezet tervezése. Ez a társulás hozta létre a Zöldhíd Régió Kft-t, mely elsődleges feladatának tartja, hogy az emberek szemléletét átformálja a környezettudatos hulladékgazdálkodás irányába. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. 2010. júniusában hozta létre a Zöldhíd Régió Kft-t 110 Nógrád és Pest megyei önkormányzat. Ebből fakadóan tehát látható, hogy köztulajdonban lévő gazdasági társaság vagyunk. Azt mondom, hogy viszonylag kis cégként kezdtük 2010-ben, de már ez alatt a rövid idő alatt ennek a régiónak a legnagyobb közszolgáltatói vagyunk, hiszen 300 ezer ember hulladékát kezeljük a hulladékkezelés ártalmatlanítás tekintetében, és 23 település 105 ezer lakójánál vagyunk komplex közszolgáltatók, ami azt jelenti, hogy a háztartási vegyes hulladékgyűjtéstől egészen a szelektív hulladékgyűjtésig már mi látjuk el a feladatokat. Mi volt a cégnek a küldetése, vagy mi a célja? Alapvetően a történet még 2001-2002 táján indult. Talán a kedves tévénézők biztos emlékeznek is rá, hogy 9 népszavazás volt korábban, amikor próbáltak helyet keresni a térségben egy hulladéklerakónak és hulladékfeldolgozó üzemnek. Beteltek a tárolókapacitások is, akár a Nógrád megyei részben, akár a Pest megyei részben, és hát gyakorlatilag hosszas előkészítő munka után született meg az a döntés, hogy végső soron Nógrád megyében, Nógrád-Marcalon és Kerepes-Ökörtelek-völgyben, itt Gödöllőváros tulajdonában lévő területen épül meg a hulladékkezelő központ. Maga a Zöldhíd Régió Kft. Ezeknek a létesítményeknek az üzemeltetésére jött létre, de a kezdeti időkben a vegyes települési szilárd hulladék begyűjtés szállítás az nem képezte ennek a feladatnak a részét. Ellenben a társulás olyan módon tudta végrehajtani ezt az Európai Uniós fejlesztést, hogy jelentős megtakarítással zárta a projektet, így a pénzmaradványból sikerült még gépjárműveket venni, és később, aztán a megalakulását követően, hogy így mondjam, lépett be a cég arra a komplex szolgáltatási piacra, ami hát ma is működik, és hát egyre dinamikusabban fejlődik. Hát ma már külső munkatársainkkal együtt megközelítőleg 200-an dolgozunk itt, és most látva azokat a jogszabályi törvényi változásokat, amelyek előttünk vannak, bár még bizonytalanok egy kicsit, az látszik, hogy a közszolgáltatásokat a későbbiekben majd jobbára köztulajdonú cégek láthatják el. Van ennek egy egyszerű és érthető oka, ami logikus, emögött a szolgáltatás mögött közadók módjára behajtható köztartozás van, tehát a tervezettek szerint már 2013. januárjától ezeket a nem fizetéseket adott esetben a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajthatja be. Tehát ilyen szempontból érthető, hogy nagyon erős társadalmi kontroll alatt kell tartani azokat a cégeket, akik ilyen tevékenységet végeznek, és talán a jogalkotói szándék is az, hogy szétválassza a piaci viszonyoktól. Hát nagyjából erre jöttünk létre.
tehát magára a Zöld Híd program, a hulladékkezelés szelektív gyűjtés üzemeltetésére, és hát így a lehetőségeink függvényében teljesedett ki a munkánk a komplex közszolgáltatásra. A kukába dobva fontos és hasznos nyersanyagokat is elveszíthetünk, mert azáltal, hogy vegyesen gyűjtjük, a még hasznosítható anyagokat kiszorítjuk az újrahasznosítható körforgásból, ami komoly környezetterhelést jelent. A szelektív gyűjtés által azonban másod nyersanyagként hasznosítható, így az anyag nem vészel, csak átalakul. A magyar emberek itt a térségben is gyakorlatilag a rendszerváltást megelőzően megszokták már, hogy a hulladéktároló edényüket kiürítik minden héten legalább egyszer. Ez a feladat az egyik alapfeladat a közszolgáltatás tekintetében, tehát a vegyes hulladék elszállítása. A másik, ami újdonság volt 2010-2011-ben az itt élő embereknek, az az, hogy megjelentek a szelektív gyűjtőszigetek, ez ebben a régióban közel 500 ponton jelent meg. Elég egységes képet mutatnak egészen Nógrádtól Pest megyéig. Ez volt a második lépés, tehát a szelektív gyűjtésnek a bevezetése. És hát a 2011-es év derekától, 2012 elejétől próbáljuk tovább, hogy így mondjam, finomítani, csiszolni ezt a rendszert, és több településen, ahol már komplex közszolgáltatók vagyunk, megjelent a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés, ami egy zsákos rendszerben, hogy úgy mondjam, oda megy az emberek házához, és egy speciális kukoricakeményítőből készült lebomló zsákban pedig elindítottuk több településünkön a háztartásonkénti zöld hulladékbegyűjtést is. Ugye nagyon fontos, hogy mikor Magyarország az Európai Bizottságtól a csatlakozás időpontjában, hogy így mondjam, felzárkóztatást kért, akkor nagyon sok pénzt kapott. De ezért vállalásokat is tennie kellett. És ezekben a vállalásokban nagyon sok hulladék mennyiséget kell, hogy így mondjam, biztosítanunk. Olyan sokat, hogy talán ma el se hiszik a kedves tévénézők, hogy ami most a tervezett törvényben is már benne van, 2020-ra, ami hát nem olyan nagyon messze van, a háztartásokban keletkező hasznosítható anyagok 50%-át kell már visszagyűjteni és kezelni. És hát azt is el kell mondanom nagyon őszintén, hogy a mostani szelektív hulladékgyűjtő rendszer, például a gyűjtőszigetes gyűjtőrendszer, az országszerte kb. 7-10%-ot tud ebben a vonatkozásban teljesíteni. Az otthoni szelektív gyűjtésnek mi lesz az útja? Tehát a zsákok hova kerülnek, hogy kerülnek el az otthontól, és utána mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal? Mind a két gyűjtési rendszerben, tehát a gyűjtőpontos gyűjtésnél is, és a háztartásonkéntinél is, ebből a régióból ide a Kerepesökörtelekvölgyi Hulladékkezelő Központba kerülnek a hulladékok, ahol gyakorlatilag egy részben gépi, részben kézi utóválogatáson esnek át. Ezt majd remélem itt a műsor során ugye be is tudjuk mutatni, és különböző frakciókra, különböző logika, válogatási logika szerint válogatják szét a munkatársaim, majd bálázzák őket, és elindulnak azokhoz a hasznosító cégekhez, társaságokhoz, ahol újra műanyag, újra papír, vagy éppenséggel, hát amilyen anyagot gyűjtünk, fém vagy üveg lesz ezekből a hulladékokból. Nagyon sokan átállnak manapság a vegyes tüzelésű fűtésre, nyilván az ismert okok miatt. Az itt termelődött hamut beletehetik a gyűjtőzsákokba vagy a kukába? A hagyományos hulladéktároló edényben egy több évtizedes megszokás alapján teszik bele az emberek a hamut. Ha nagyon szigorúan nézem a jogszabályokat, akkor ezt nem tehetnék. Egy teljesen új probléma előtt áll ezzel a hulladékgazdálkodási szakma, mert az elmúlt évtizedben olyan mértékben elterjedt a gáz, villamosáram és egyéb fűtési rendszer, amivel, hogy így mondjam, ez hát kimaradt a számításból. A mechanikai válogatás során a gépek ki tudják választani természetesen a különböző anyagok közül ezt a hamut és salakot, de nagyon nagy problémát jelent az üzemekben, hiszen az itt dolgozó emberek egészségét ezt jelentősen károsítja. A fűtési szezonban gyakorlatilag teljes porárarcokban tudnak csak dolgozni az emberek.
Nagyon fontos lenne, hogy el tudjuk mondani azt is, hogy a tiszta fa tüzeléséből származó hamu, az kiválóan hasznosítható a kiskertekben. Azokon a településeken, ahol komplex szolgáltatást látunk el, ott próbálunk olyan módszereket bevezetni, hogy erre rendszeresített zsákon vagy bármilyen zsákban gyűjtőpontra vihessék az emberek ezt a hamut. Tehát kérjük őket, hogy amennyiben lehet ezt kerüljék el, de nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogy bármilyen szankciója van annak, hogy a hulladéktárlóba rakják azt a hamut, ami már természetesen kihűlt. A legnagyobb veszélyt egyébként az jelenti, hogy ha még olyan izzó, forró állapotba rakják be, ami a gépkocsikban lévő hulladék kigyulladását is okozza. Említette a zsákba való rakodást. Minden fajta zsákot elszállít a cég? Nem szállít el mindent. Tehát a közszolgáltatásnak annak van egy szabott kerete. Ez azt jelenti, hogy a szabványos tárolóedényben, vagy az adott hulladék gyűjtésére rendszeresített zsákban vihetik el a munkatársaim a hulladékot. Természetesen, hogyha valakinek többlet hulladéka keletkezik, akkor ennek a hulladék mennyiségnek a kezelésére is vásárolhat olyan zsákot, amelyet természetesen elszállítanak a munkatársaink. És ezt hol teheti meg? Ez településenként mindenütt más helyen van, hiszen ez magával a helyi önkormányzattal való együttműködés alapján az ottani kereskedők, boltosok vagy intézményeknek az együttműködése révén alakul ki. Azt tudom elmondani nagyon fontos információként, hogy működik a www.zöldhit.hu honlapunk. Aki ehhez hozzáfér, az minden településre lebontva megtalálja azokat az információkat, amik kellenek. Egyébként pedig azt szeretném kérni, hogy aki ehhez nem fér hozzá esetleg, az a helyi önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalokban, a szolgáltatóval kapcsolatban tehet fel kérdéseket, és megkapja a korrekt választ, vagy pedig hívható minden településről, a szintén elérhető telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálatunk is, akik kollégáim, kolléganőim készséggel állnak a tisztelt állampolgárok rendelkezésére. Az előbb említette, hogy a fatüzelésnél esetleg a hamut azt a kiskertekben jól lehet hasznosítani. Sokan használják a komposztálást, de amit végképp nem tudnak komposztálni, azzal mi történik? Tehát a zöld hulladékot elszállítják-e, hová kerül? Elszállítjuk a zöld hulladékot. A komplex közszolgáltatásunknak része a háztartásonkénti zöld hulladékgyűjtés. Ez azt jelenti, hogy erre a célra rendszeresített biológiailag lebomló zsákban tudjuk elhozni az ingatlan tulajdonosoktól a zöld hulladékot. Ebbe gyakorlatilag a méreténél és, hogy így mondjam, állagánál fogva minden olyan zöld hulladék bekerülhet, amelyet ennek a zsáknak a keretein belül kezelni lehet. Tehát akár egy vastagabb ág is, hogyha a kert tulajdonos pár kisebb darabra fölvágja. Ezek az értékes zöld hulladékok a Kerepesökörtelekvölgyben működő komposztáló üzembe kerülnek. Egy olyan technológiával tudjuk feldolgozni, ahol a beérkezéstől számított kb. 28 nap alatt jó minőségű komposztot tudunk belőle előállítani. Maga a Zöld Hidrégió Kft. Már rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel is, tehát minősített az a komposzt, ami tőlünk kikerül. Ebben mindig tiszta zöld hulladékból előállított termék, hogy így mondjam, keletkezik, és hát értékesítjük gyakorlatilag autópályaépítésekhez, egyéb ilyen létesítmény megvalósításokhoz használják több helyen az általunk előállított komposztot, és természetesen az előállítási ára ugyanabba a gazdasági logikába kerül vissza a cég teljes működésére, mint bármi más. Ettől függetlenül én arra ösztönzöm a kerttulajdonosokat, hogy az értékes tápanyagot lehetőleg helyben próbálják felhasználni, és a komposztálás alapvető szabályait betartva egyébként, bár nem 28 nap alatt, tehát egy lényegesen hosszabb idő alatt, de a háznál otthon is elő lehet állítani ezt a komposztot. Egyébként a honlapunkon erre vonatkozóan is van egy olyan útmutatás, amit betartva biztos, hogy nem fogja csalódás érni az ingatlan tulajdonosokat. 2 éve már, hogy működik a Dél-Pest megyei régióban a szelektív hulladékgyűjtés. Arról kérdeztük a Zöld Híd Régió Kft. Ügyvezetőjét, hogy vajon vannak-e pozitív eredmények a lakosság körében a hulladékgazdálkodást tekintve.
települése válogatja részint, hogy milyen ennek a munkának a minősége, de nagyon érdekes, hogy még a településen belüli elhelyezkedés is nagyon sokat számít. Tehát például a gyűjtőszigetes szelektív gyűjtésnél azok a gyűjtőpontok, amelyek periférián vannak, tehát valamelyik település szélén, vagy egy kicsit eldugottabb helyen vannak, azok bizony azt kell mondanom, hogy elég rossz állapotúak. Tehát nagyon sok idegen anyagot és hulladékot raknak ezekbe a gyűjtőszigetekbe, de ott, ahol például frekventált helyen vannak, tehát így szoktam ezt mondani, hogy ahol mondjuk egy lakótelepről 200 ablak néz arra a gyűjtőszigetre, ott pedig meglepően jó eredmények vannak. Ez azt jelenti, hogy az emberek már tudják, hogy mit kellene tenni, tehát érzik azt, hogy mi az a, hogy mondjam, társadalmi felelősség vagy kultúra, amit kell, de ugyanakkor részint a teljes infrastruktúra hiánya, talán a kényelmesség, meg hát ennek a megszokásnak a hiánya miatt még azért sokan nem gyakorolják ezt. Tehát azt kell látnunk, hogy ez a tevékenység tulajdonképpen a családokban dől el. Nagyon nehéz egy család sok éves vagy akár évtizedes gyakorlatát megváltoztatni. Ezért nem hiszek abban például, hogy hirtelen hozott jogszabályokkal és szankciókkal ezt a tevékenységet jelentősen lehet javítani. Tehát nekünk, közszolgáltatóknak, karöltve az iskolákkal, óvodákkal, egyesületekkel, tehát gyakorlatilag a társadalom teljes rétegével meg kell értetnünk azt, és segítséget kell kérnünk tőlük abban, hogy ez legyen mindennapi gyakorlat. Egyfelől ehhez azt kell, hogy érezzék a munkájuk értelmét, a szelektív gyűjtés értelmét, másrészt pedig ma arról szól a világ, hogy valahogy olyan rendszereket kellene kialakítani, ami adott esetben gazdasági értelm és ösztönzően hathat. Na most ez egyébként a Zöldhíd régió rendszerében mai nap, tehát jelen pillanatban is így van, tehát ösztönzően hat, csak az a probléma vele, hogy közösségi és nem család szinten. Mert nagyon fontos tulajdonsága ezeknek a cégeknek, és főképpen a köztulajdonban lévő gazdasági társaságoknak, így a Zöldhíd Régió Kft.-nek is, hogy az az összes bevétel, amit a szelektív gyűjtésből realizálni tudunk, ez teljes program szinten itt most már évente 100 milliós nagyságrendet jelent, az gyakorlatilag teljes egészében visszaforgatásra kerül a gazdasági társaság alaptevékenységére. Ami azt jelenti, hogy nyilván vannak olyan hatások, amelyek a díjat növelik, legyen az infláció vagy költségnövekedések. Ezek a másik oldalon a szelektíven begyűjtött hulladékmennyiségek, és bizonyos részben az emberek által máshol kifizetett termékdíjak, ezek pedig csökkenteni tudják ezt a trendet. De ezt igazából egy család mondjuk a hulladékdíján vagy a számláján még ma még nehezen veszi észre. Miért fontos, vagy miért baj az, hogyha például a szelektív hulladékgyűjtőben a papír részre műanyagot dobunk, vagy a fém részre dobunk műanyagot? Tehát milyen gondot okoz ez a válogatásnál? Igen. Hát, ha még csak ez történne, meg az a kisebbik baj lenne. De a nagyobbik baj az, hogy elképesztő, hogy milyen hulladékokat tudnak az emberek ezekbe a tárolókba rakni. Talán kezdem a legdurvább példával, hogy éreztetni tudjam a kedves tévénézőkkel. A vegyes hulladékban 2010-es üzemkezdetünk óta háromszor volt leállás éles robbanótest miatt. Ez gyakorlatilag azt mondom, hogy a szerencsém múlott, hogy nem haltak meg a munkatársaim. A legdurvább esetünk az gyakorlatilag éles aknavető gránát volt. Azóta, mióta ez az eseményünk bekövetkezett, azóta például a mechanikai hulladékválogatóban dolgozók, azok robbanótest felismerő tanfolyamra járnak a tűzszerész ezredhez. Nem úgy gondolom, hogy mérhetetlen felelőtlenség. De hát vannak ennek enyhébb változata is, mióta a hulladékunkkal emberek és gépek mellett álló emberek dolgoznak, azóta mondjuk komoly problémát tud okozni, akár mondjuk egy doboz étolaj, amit mondjuk egy PET palackból bezárnak. Mert hát ezt tudják a kedves tévénézők, hogy azért az a PET palack elég erős, de nem annyira erős, hogy mondjuk egy előaprítógép ne tudja bizonyos esetekben megrongálni. Na most, hogyha ez tele van folyadékkal, mondjuk étolajjal, ezek sorba a munkatársaim mellett robbannak szét. Na aztán innen el tudunk menni a szelektív gyűjtő szigetekbe belakott állati tetemekig és egyéb ilyen festék és vegyszermaradékokig, hogy mondjuk a műanyag flakonok mondjuk savval teli vannak bedobva a tárolóedénybe. Tehát nem egyszerű ma ez a szakma. A legnagyobb problémát összefoglalva az jelenti, hogy nem
a tisztán bekerült egyes frakcióknak a szétválasztásával kell kezdeni a munkatársaimnak a munkáját, hanem azzal, hogy a szelektív gyűjtőrendszerbe bekerült idegen anyagokat válogassák ki belőle. És aztán bizonyos helyzetekben második körben tudják azt a munkát megcsinálni, első körben kellene. Ez adott esetben a felére képes venni egy ilyen válogató üzemnek a hatékonyságát. Tehát ez a legfőbb probléma. Ezt ma még nem gondolják sokan végig. Mondom azt bizonyos értelemben, érthető módon, hiszen amíg Magyarországon 2460 hulladéklerakó működött, addig végső soron ezt az egészet szerették volna elrejteni az emberek szeme elől. Ma a mi célunk az, hogy éppen hogy megmutassuk, hiszen nem maradt az országban csak közel 100 hulladéklerakó, mondhatom, több ezeret be kellett zárnunk, és jelenleg is folyik a rekultivációjuk vagy biztonságba helyezésük, tehát alapvetően változott meg a világ. Mi azt szeretnénk, hogy megmutassuk ezt, és hogyha már látják az emberek, hogy ebben hogyan dolgozunk, akkor bizonyos vagyok benne, hogy nem tesznek olyan hulladékot a szelektív gyűjtő rendszerbe, vagy éppen a vegyes hulladékokba, amiről tudják, hogy ott egy másik embernek árthatnak. Tehát nagyjából összefoglalva ezt tudom erről mondani. A cég profiljában nem csak a válogatás és a begyűjtés tartozik, hanem a rekultiváció is. Mekkora területen helyezkedik el a cég, és mire elegendő ez a hely, tehát hány évre? A rekultivációnak két része van, és a gazdasági társaságnak a tevékenység ebben a szempontból összefonódik egy kicsit a tulajdonos önkormányzati társulással. Jelen pillanatban ebben a hulladékkezelő rendszerben, amit meg tudtunk építeni, ennek a régiónak kb. 20 évre tudjuk biztosítani azt a tárolókapacitását, amely a maradék hulladékok tárolására szolgál. Ugye nagyon fontos, hogy ez a tároló is, majd szintén bemutatásra kerülhet a kedves tévénézőknek, ez egy nagyon szigorú biztonsági megoldásokkal épült tárolótér. A HDPE szigetelés alatt, ami egy nagyon biztonságos és erős szigetelés, még 50 cm agyag található, maga a kerepes ökörtelek völgynél kb. 60 méterre van a talajvíz, tehát a helykiválasztás tekintetében is ez nagyon fontos szempont volt. Abban a díjban, amit az emberek ma fizetnek, és persze hát lehet róla mondani, hogy sok és drága, hiszen azért egy emelkedő tendenciát mutat ez a díj, abban már benne van egy úgynevezett rekultivációs alap, aminek az a célja, hogy azt a hulladéktestet, amit ma itt fölhalmozunk, mint maradékanyag, mert hiszen egyre több részét próbáljuk eltéríteni, és az ipar és kereskedelem vérkeringésébe visszajuttatni, annak a bezárási költségét és 30 évig történő utógondozását ma már megfizetik az emberek. Ez régebben nem így volt, éppen ezért van az, hogy az a térségünkben körülbelül 35 hulladéklerakó, az gyakorlatilag csak európai uniós és állami forrásokból, lehet biztonságba helyezni, mert ha utólag a jelenleg élő, társadalomnak vagy generációnak kellene minden olyan költséget kifizetni, ami a múltban itt maradt ránk, az nagyon nagy mértékben emelné meg ezeket a díjakat. Tehát a rekultivációnak két részre van, egyrészt a a múlt örökségének a bezárása, ebben örömmel jelenthetem egyébként, hogy nemrégiben 2012. szeptember 7-én született meg a kormányhatározat, amivel a térség újabb 2 milliárd forintot kapott a régi hulladékgazdálkodási, vagy hulladékos örökségének a felszámolására. Itt jövő év közepe felé már tervezünk indulni a munkákban, tehát a régi felhagyott hulladéklerakók biztonságba helyezésével, az új rendszerben pedig gyakorlatilag megképezzük már saját magunknak azt az összeget, amiből ez megvalósítható lesz a későbbiekben. Hát mindig szoktam egy ilyen példát mondani, ha elmegyek egy akár közmeghallgatásra vagy falugyűlésre, hogy meg szoktam kérdezni az embereket ott, hogy a helyben egy fuvaros elviszi az íróasztalt, vagy hazavisz egy hűtőszekrényt, vagy bármit, akkor ez nagyjából mennyibe szokott kerülni. És hát tudják az emberek, hiszen ez az életünk mindennapi része, hogy ez az ott esetben 3-4 ezer forint is lehet. Na most mi egy komplex szolgáltatás keretében minimum 4 alkalommal megyünk egy házhoz. 2 körülbelül 40 millió forint értékű autóval és 6 főnyi személyzettel,
majd amit elhozunk tőle anyagot, azt gyakorlatilag aznap vagy másnap feldolgozzuk, kezeljük, és azt követően pedig, ha mondjuk 10 év üzemidőre számolok, akkor 40 év költségét kell elkülönítenünk, mert az üzemidőn kívül még van 30 év utógondozásunk. No, ezért kérünk mondjuk a legdurvább esetben mondjuk 2750 forintot egy hónapra. Tehát ezek a nehéz anyagi körülmények között nyilvánvalóan szintén súlyos forintokat jelenthetnek, és biztos, hogy az emberek sokszor nem is szeretik, mert hogy kötelező, de hát ez mindannyiunkért van így, és annak meg örülök, hogy a másik oldalon maga a tulajdonos társulás is, és maga a cégvezetés is nagyon nyitott arra, hogy ezt elmondja, elmagyarázza az embereknek. Egyedüli közszolgáltatóként nyitottuk meg azt a lehetőséget, hogy akár saját busz biztosításával, ha a honlapunkra rátekintenek, láthatják, a Zöld Híd busszal bármelyik iskolát, óvodát, de akár egyesületet is elhozzuk a településekről, és nagyon nyíltan és őszintén bemutatjuk a tevékenységünket, ami nem csak a hulladékok válogatása köré csoportosul, hanem akár a gazdasági tevékenységünket is. Jó szándékú észrevételeiket, javaslataikat várja a cég, hogy a hulladékgazdálkodás változó világában jobban, pontosabban végezhessék mindennapi munkájukat. Elérhetőségeik: Kerepes, Ökörtelekvölgy, 06 28 561 200. Internetcímük: www.zöldhíd.hu. E-mail címük: zöldhid@zöldhid.hu. Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár közöttünk, itt alant, mindig ragyogva jár. Mikor szomorkodol, szemed közé nevet, ha bűnre bűnnyom is, ő akkor is szeret. Dányban ünnepi műsorral avatták fel a napokban befejezett bölcsöde épületét. Még 2009-ben adott be egy pályázatot a község önkormányzata az intézmény létrehozására. Az építésre vonatkozó projektet sikeresnek nyilvánították, így elindulhatott a kivitelezési folyamat. Ünnepi beszédet mondott Gódor András, címzetes egyetemi docens. Ma mi nem anyagot, nem tárgyat, nem konstruált szerkezetet ünneplünk, hanem egészen mást. Mi a fényt ünnepeljük, nem is a fénysugarat, hanem inkább a fénynyalábot. Ez a fény nem kőből, nem szűken vett materiából, falból, tetőből, ablakból, ajtóból, még csak nem is egy díszes kék porcelánból, hanem mindezektől sokkal értékesebb valóságból sugárzik ránk. Az emberből, sőt, a gyermekből, a kisdedből és ennek a háznak a lakóiból, a leendő lakóiból. Ez a fény nem csak megvilágít bennünket, de át is hatol rajtunk. Megvizsgál, milyen a lelkünk, milyen a szándékunk, és ha azt tisztának, meg őszintének látja, akkor át is melegít bennünket. Ennek az épületnek, a dányi bölcsödének kisgyermekek lesznek a lakói, akik még bölcsőre vágynak. A legtörékenyebb, a legsérülékenyebb, egyben a legtisztábban befogadó lény a gyermek. Ápolásra, gondozásra, szeretetre, különösen meleg bánásmódra vágynak, és majd ide költöznek egy időre ebbe az épületbe, míg édesanyja dolgozni megy. Mi tudjuk, hogy ez az épület nem tárgy. Nem a kötőelemek tartják össze, hanem az itt dolgozók szeretete. A szeretet volt az, mely megvalósította ezt az épületet, a szeretet vezérelte azokat is, akik ezt kigondolták, és azokat is, akik ezt idevarázsolták. Ez a szeretet, ha tartós lesz, fönn is fogja tartani. A pályázati forrásból közel 300 négyzetméter alapterületű, két csoportszobás, kiegészítő helységekkel, orvosi szobával, valamint főzőkonyhával felszerelt bölcsöde épült. A projekt elindításáról és kivitelezéséről Gódor Lajos népolgármester asszony beszélt.
Dány község önkormányzata 2009. decemberében a Közép-Magyarországi Régió Operatív Program keretén belül közzétett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése pályázati felhívás B komponensére sikeres pályázatot nyújtott be Bölcsődei Intézmény létesítése Dány községben címmel. A támogatási szerződés 2010. május 26-án került aláírásra. A 2010 őszén megválasztott új képviselőtestület a Bölcsőde helyszínét a Tavasz utca 4 szám alatti óvodaudvara helyett a Szabadság út 8-12 szám alatt terveztette át. A közreműködő Váti Nonprofit Kft. Hosszas egyeztetés után engedélyezte a helyszínváltozást, így 2011. december 20-án aláírásra került a támogatási szerződés módosítása. A bölcsőde építése tárgyában kettő közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. A vállalkozási szerződést a nyertes PMG építőipari Kft.-vel kötöttük meg 2012. május 2-án. A májusi alapkőletételkor csak reménykedni tudtunk, hogy ebből 2012-ben elkészül a bölcsöde. Reményünk valóra vált. A kivitelező cég pontos határidőre jó minőségbe befejezte a munkát. A projekt eredményeként közel 300 négyzetméter alapterületű épület került építésre, részleges akadálymentesítéssel. Két csoportszoba 2x12 fő gyermeket tud befogadni, melyhez társul egy 50 adagos főzőkonyha, melyet a szociális étkeztetés területén is tudunk hasznosítani. A projekt tervezett összköltsége 98 millió forint. Elszámolható költség 90%, 88 millió 200 ezer. Saját forrás 9 millió 800 ezer. Cerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy Dány azok közé a községek közé tartozik, akik nem halmoztak fel adósságot, tehát nem kell az államnak beavatkoznia. A kormány olyan fejlesztési alapot hoz létre, amit kifejezetten csak azok az önkormányzatok vehetnek igénybe fejlesztésekre, akik eddig hitel nélkül működtek. Mikor megkaptam a meghívást, na és láttam, hogy bölcsőde avatásról van szó, nagyon örültem. Utána egy gyerekorientált időszakban vagyok, hogyha szabad így fogalmaznom. A múlt héten született meg az első unokám, és éppen most van először a lakásunkban az egész család, és hát tényleg most visszaemlékezek arra, amikor az én gyerekeim születtek. És ugye itt is gyerekekről szól a történet. Én úgy gondolom, hogy aki bölcsödébe, iskolába, óvodába fektet, az a jövőbe fektet, és ezek a befektetések, ezek a legbiztosabban megtérülő befektetések. Úgyhogy én gratulálok önöknek, dányiaknak ehhez a beruházáshoz. Ugye, ahogy hallottuk az előttem szólóktól, uniós forrásból, 90%-ban uniós forrásból épült ez a beruházás, és 10%-ot tett hozzá az önkormányzat. Bizonyára tudják, hogy jelenleg is folyik az uniós költségvetés vitája, mármint a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. És hát sajnos olyan elképzelések vannak, amelyek éppen azokat a támogatásokat akarják megnyírbálni, amelyek bennünket, vidékieket érintenek itt Magyarországon is. Ugye fejletlenebb régióban élünk, mint a nyugat-európai emberek többsége. Ugye itt a kohéziós alapokról és a vidékfejlesztési alapok megnyírbálásáról van szó. Szó volt itt a miniszterelnök úrról, aki rajtam keresztül is küldi üdvözletét. Miniszterelnök úr ezeken a tárgyalásokon részt vett néhány nappal ezelőtt, és bizony nem fogunk engedni abból, hogy ezeket a költségvetési forrásokat megnyírbálják, pontosan azokat, amelyek leginkább minket vidéken élőket érintenek. Tárgyalások folynak, és nyugodtak lehetnek abban, hogy a magyar érdekeket, az önök érdekeit nagyon határozottan fogjuk a jövőben is képviselni Brüsszelben. A megnyitó ünnepség keretén belül Mészáros Csaba, Dány plébánosa áldó imádsággal szentelte meg az újonnan épült Bóvita bölcsödét. Te vagy földi életünk, vezér csillaga, édes reménységünk, kedves
szűz anya, téged rendelt jó anyánknak az Isten fia. Azért áldunk örvendezve, ó szűz Mária. Krisztus békéje uralkodjék szívünkben, Krisztus igéje lakozzék bennünk gazdagon, és bármit cselekszünk szóval vagy tettel, mindent az Úr nevében cselekedjünk. Istenünk, a Te szavad mindent megszentel, kérünk, áld meg kegyesen ezt a bölcsödét, lakozzék itt emberi erő, isteni áldás, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg minket, Szent Atya Úristen, áldjon meg minket, kegyes Fiú Isten, áldjon meg, áldjon, Szent Lélek Úristen, háromszemélyű, igaz örök Isten. Majd a itt dolgozóknak, majd az itt lakóknak nagyon sok örömet és nagyon sok szép pillanatot kívánok. És erre adom a befejező áldást mindannyiótokra, akik tettetek ezért a törekvésért, hogy megvalósulhasson ez az épület, és ez beindulhasson. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, s maradjon veletek mindörökké. Amen. Török Krisztina, zsámboki lakos, nagyon örül, hogy bár nem a saját településén, de itt a közeli Dányban létesült bölcsöde, hiszen így, amíg ő a négy gyermek mellett tovább tanul, lesz hol elhelyeznie a legkisebb gyermekét. Mit vársz el egy bölcsödétől, hogy nyugodt szívvel itt tud hagyni a picit? Hát mindenképpen szerintem az első benyomás fontos lesz. Azt szerintem észre fogom venni a gyereken is, hogyha ő biztonságban érzi magát, akkor nyugodt szívvel itt fogom hagyni. Hogy mit várok el? Hát mindenképpen én fontosnak tartom a folyamatos kontaktot a szülővel, és hát reméljük, hogy a gyermekem is olyan lesz, hogy ő amúgy is nagy családban nőtt eddig fel, és remélem, hogy ez a gyerek szeretet és a gyerekek, akik körülveszik, mindenképpen szerintem csak jó lesz neki. A bölcsöde nyitó ünnepségén Dány apraja nagyja fellépett. A Ne felejts óvodások verseltek, énekeltek, táncoltak, a Széchenyi István általános iskola tanulói és a Hűség súlya nyugdíjas klub is komplett műsorral készült, valamint a zenei aláfestést a Dányi Fúvó zenekar adta. A megnyitó a szalag átvágásával zárult. Míg a Magyar Kupában erőteljesen menetel a Teva Gödöllői Röplabdaklub, addig a közép-európai 9 csapatot számláló ligában a 7. helyen állnak.
A pozsonyi Szlávia elleni mérkőzés után Szabados István utánpótlás edző beszélgetett Szakmári Gréta centerjátékossal és Ludvík Zsolt vezetőedzővel. Szakmári Grétivel ülünk itt, nem véletlenül ülünk, hiszen Gréti elfáradt ezen a mérkőzésen. Jó kis hajtós találkozó volt. Az első szett után miben reménykedtetek? Nagyon jól kezdtünk az első szettbe. Igazából úgy voltunk vele, hogy görcs nélkül felszabadultan tudjunk játszani, és a második szettben meg akartuk fogni az UK Bratislavát. Hát a végén nagyon kicsi múlt, de nem adtuk fel és folytattuk tovább. Arra számítottunk, hogy egy picit könnyebben fognak nyerni a szlovákok, hiszen ez az erősebb pozsonyi csapat. Ti mire számítottatok? Hát a Bratislava, ez az UK Bratislava a mevzatorna első helyezettje, eddig veretlenek. Tényleg úgy álltunk hozzá, hogy akkor most mindent beleadunk, és akkor lesz, ami lesz alapon, hogy egy felszabadult játékkal akár egy pár szettet el tudjunk venni a Bratislavától, de hát egyet sikerült. Az első szett után 1-0-át mutatott az eredményjelző, mégpedig a gödöllői csapat javára. Ludvík Zsoltot faggatjuk arról, hogy számított-e erre. Hát én is észrevettem, hogy 1-0 volt ide, abszolút. Azonban ott már egy nagy probléma volt az első szett végén, mégpedig az, hogy már elkezdtük felengedni az ellenfelet. Ugye volt egy egész nagy különbségünk, amiből lett egy minimális, hiszen 25-23-ra tudtuk csak megnyerni. És ebből elindult sajnálatos módon az ellenfelünk is, és bizony a második játékrészt ők kezdték jobban, és nagyon csak a végén tudtuk utolérni őket. Akkor is meg lehetett volna, hiszen ott ugye 23-23-ra kiegyenlítettünk, és ott is minimális lett ugyan a szett vége, de hát nagyon apró és nüansznyi különbség döntött csak a második játszmán, ami döntőnek is bizonyult, hiszen ezt követően már nem tudtunk igazából újból megújulni. Elkezdett játszani a Szlávia úgy, ahogyan ő tud. Egészen szépen pontosan jöttek fel a labdáik, a szélsőtőik megtalálták a rést a blokkok között. Igazából onnantól futottunk az eredmény után. Meg tudtuk volna lepni mai napon ezt a pozsonyi csapatot, mégpedig azért, mert nagyon fáradtnak tűntek, nagyon elcsigázottnak és nagyon dekoncentráltnak. Nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy nem sikerült mondjuk a második játék részben egy 6-6-os előnyt kidolgoznunk, de nagyon nagy fegyverténynek tartom azt, hogy igenis meg tudtok szorítani, és én azt kell, hogy nagyon sanszos meccset játszottunk velük. Körülbelül a felénél járunk már a Közép-Európa Ligában, és abszolút a gödöllői csapat javulásának fokmérője volt ez a mérkőzés, én úgy gondolom, hiszen az eddig két vereséget elszenvedő Szlávia Bratislavát sikerült megszorongatni. Abszolút módon. Pontosan fél időben vagyunk, hiszen 8 mérkőzést játszottunk a 16-ból, most jönnek majd oda és a visszavágók gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy lehetünk volna sokkal sikeresebbek is, hogyha visszatekintünk erre a 8 mérkőzésre, hiszen ebben a meccsben is benne maradt minimum egy pont. Az előző héten kint voltunk a másik pozsonyi csapatnál, a Doprastav Bratislavánál, ahol kétszer is 7 pontos előnyről sikerült elbuknunk a második, illetve a harmadik játékrészt. Ott minimum egy pontot, de én azt mondom, hogy inkább 2 elhullajtottunk, hiszen győzelmi esélyünk volt, és bizony a hazai Rijeka elleni mérkőzésen is akár 3-1-es siker is születetett volna. És ha így elkezdünk kalkulálgatni, hát akkor eléggé fényes lenne ugye az éremnek az oldala, mégpedig a győzelmi érmeknek. Így, hogy 2 mérkőzést tudtunk hozni, és pontot tudtunk rabolni mondjuk a Rijekától, én azt gondolom, hogy ez is már önmagában nagyon pozitív kezdés, de most jön valóban az az etap, az a szakasz, amikor valóra kell váltanunk azokat az elképzeléseket, amelyeket már hordoz magában a csapat. Most jön az a szakasz, amikor már elkezdjük a bajnoki rájátszásra a felkészülést, és most már ki kell, hogy dolgozzuk a csapatnak azt a támadási stratégiáját, amivel majd a magyar szintéren is eredményes lehet. Hamarosan egy magyar megmérettetésre kerül sor a magyar kupában. Hol tart a kupa küzdelem? Gyakorlatilag ugye mi most csatlakozunk bele, illetve én úgy gondolom, hogy nagyon nem is volt előselejtező a Magyar Kupában, hanem a 16-os táblát tudták csak feltölteni a csapatok. Mi ugye azzal a Kaposvárral fogunk majd játszani, aki ha jól tudom, akkor jelenleg 5. a Magyar Bajnokság alapszakaszában. Annyiból kellemetlen lesz nekünk ez a mérkőzés, hogy egy másfajta labdával kell ugye játszani,
hiszen most itt a Mikasa labdával kellett játszanunk a Közép-Európai Ligát, és most vissza kell állnunk a Moltenre, amellyel a bajnokságot játsszák. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy erőfölényben vagyunk a Kaposvárral szemben, de semmiképpen nem szabad lebecsülni a játékerejüket és a játéktudásukat. Egy kellemetlen játékstílusú csapat, rengeteg védekező játékossal, akikről jön vissza folyamatosan a labda. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet kérdéses az, hogy rajtuk keresztül a nyolcba, majd pedig egy másodosztályú csapat ellen, hiszen a Tatabánya közgáz győztesével játszunk ezt követően, pedig a négybe jut a csapat, és akkor majd várhatjuk február végén a Magyar Kupa 4-es döntőben, hogy végül is most hol tudunk végezni majd a kupában. Reméljük, hogy így lesz, és abban is reménykedünk, hogy a Közép-Európa Ligában sikerül a mérlegünkön javítani. Köszönjük szépen az értékelést! Mi is köszönjük! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 65. adását látták. Ötleteiket, javaslataikat várjuk a porta@regioplustv.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre a 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 44 szám alá. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Várom Önöket jövő héten is. Viszontlátásra!